Ich wüsste nur so sein. Katastrophe haben von Aglik. Der Marsch im Parastal hast du das Schenken und der Bilder. Du bist von uns auch sein, gut und haben von Aglik. Alter, was? Hundern ist der, aber ich bin von da. Na, dann bin ich da. Also, ich bin da. Jodi, nem fogod elvinni. Elmondok neked néhány dolgot az igazi Istenről. Szilárd! Hagyj el engem békét az Istennel, apám! Én 40 éve vagyok ateista, de azt se gyakorlom! Az apropó vagyok, említést teszek bizonyos lényekről, és ott a határban pedig volt valami, láttam, érted? Láttam! Láttad, de láttad, mert elhisztette, mert a hiszékeny emberek bennet fognak a hiszékenyet, nem? Judikám, maradjál már! Te magad mesélted, apám, hogy gyerekkorodban tüzérségnek olvastad a tűzőrséget, az rohadtúra rézgultál, hogy tüzérség van a faluban. Maradjál már, ott is mindent látsz, ami nincs azt is. Hogy ez a kisebb, még a nagyobbik az, hogy azt megadod, hogy mi is elhívjuk a baromságaidat. Jó van, apám, meséld ezt atomnak, hogy minden szart levesz úgy is. Akármit is mondasz, itt nagy baj van. Szörnyű dolgok készülnek. Szörnyek azok, láttam őket én is. Minden éjjel jönnek, húzzák a rendszeretes ládáikat. Csillika, ne fáradj már fogod érteni! Na ugye? Ugye? Az volt az, csak nem ládája volt, hanem szárnya. Az nem ugyanaz. Na, itt van ne! Atom, a vaksi szemtani, na mondjad, mit láttál? Te jársz arra minden reggel, apám. Nem tudom, fáj a fejem. Mert ezt is megmérgezték, mert ez is eszi azt a madár ellenséget. Csak a fél órája tárkázunk, de még egyet se raktál. Nem mondom még, de lakik ott valami a határon a falu szélén már egy éve. Fizettem tegnap. Persze, Atuskán. Atom, Atikám, gyere csak ide! Nem érsz, úgyis, akkor is elmondom. Belebújj borékolom ide a poharába, figyelj, hogy így. Te láttál valamit? Nem. Kérdem én tőled, te láttál valamit? Nem. Elmúlt éjjel. Nem. Na ugye, ugye, mert én látok, csak én látok itten. De ez a dolgom, ezért vagyok én a pap. Szart láttál? Azt mondod, persze, a pap nem lát, a pap hisz. Hát igen, mások igen, így szavítják. De én láttam, ezért én nem hiszek, én tudom. Hinni nektek el a szintségét. Atom, Atikám, gyere csak ide, véde nem jössz, hogy sokat. Mentél volna, te is inkább dolgozni. Na most egy pék, ebben ne szóljon bele. Mert meg a pék, mi? Na, meg érettségi, mi? Meg Pitagoreas tétel, mi? Azt hiszed, hogy külön vagy, mi? Pita! Mi? Pitagoras te! Pita az egy péksütemény. Ha vagyok a pita is. Mert megcsinálod, mi? Rendesen, nem ám úgy, hogy csak belenyúlsz, aztán te is koszos vagy, te is dolgoztál, ne! Úgy, hogy jó is legyen, mi? Megfogod a tékapát, azt fogod nekem a tékapátot érted, mert amikor a szégyenekem 2 éves volt, ráütöttem a tékapátra, körbe autóztam a faluban, mindenki láthatta, te is láthatta, mindenki voltam láthat. Hogy láthattad volna? Ugyanazt az egyet csináltad akkor is, amihez értesz, részeg voltál. Dén, 3 betű. Zöld. Ja. Nyilván mondtál valamit, nem tudom, nem vele voltam elfoglalva, érted? De én gesztilálok, érted? Te meg összemosod a mi agyad be ezeket az egészeket, le kell választani, ki a vegyes, Sanyika, tegyél már meg, komolyan mondom, hogy rátanak. Olyan fajta nyomorultak vagytok, mind egyik, akik azt se tudják, mi vagyunk. Tisztára, mint a csecsemők. Csak ordítanak, de megmondani nem tudják, hogy mi vagyunk. De én tudom, és meg is mondom, nincs hitetek. Jó, olyan pár szilárd, ide figyeljék. Az az egy, hogy itt kiszól velünk, ezért ülünk, nem másért. Te vagy a falugomnak, na, még a falugomnak is te vagy, mi? Na, ide figyelje már, ilyen kétbalkezes gondokat, mint én még életemben nem láttam, apa. Hát kiszívja a vizet a pohárból a csap, amit te megszerelsz. Ja, akkor most megmondom, kimondom, kiejtem a számot. A lelkemnek az imádra avatott bejáratán kinyilatkoztatom, hogy mi lakik már itt egy éve a határban.
bocsássa meg. Egy szárnyas sárkány! Szálljál le a székről, Szilárdjó. Szárnyas sárkány, persze, szárnyas sárkány. Fekete simasz van! Ja, meg ilyen izé van, tudod? Ilyen zöld. Ja, ilyen izé, ami zöld! Megmondom én, mi lesz értetek, ide jön a sárkány. Odaállok, megfogom a pékapátot, aztán jól letolom a torkát. A kurva élek, odaég a pékapátom. Komolyan mondom, Szilárdjó. Miket kibírsz találni, hogy érdekessíted magad? Pedig úgy van, sárkány van a faluban. Sárkány már? Akkor ide figyeljél, apám, érted? Én meg kettőt láttam, az négy feje volt a kettőnek, érted? A kettőnek négy feje, az mindegyike hatszer, na, kétszer, négyszer, hatszor, ezt a tösszer. Hát én is tudok el hülyeségeket beszélni. Itt van, nézd ide, apám. Itt ez a derítő, a térítő derítő. Imre hozza mindjárt a visesor, Imre hozza már a térítő. Na, itt mindjárt szerepállok, szerepillárok, dolgok a tudtemben. Szerepállok, neked itt egy sárkány mesél, apám. Na, köszönöm, fiam. Na, ó, sárkány, ne vigyél minket a kísérletbe, ahogy este, úgy nappal se. A mindennapi kegyelünket dagazd meg nekünk, na, atyám! Amen! Ne! Mindennapi kegyelünk, mi? Elnézd te is a kicsámot. Vagyok olyan fog, mint te, csak te alkoholista vagy! Alkoholista, a csárkány bívő látszalapos az! Ha ide figyeltek már, vagy isztok normálisok, vagy hazazavarom az egész bandát a picsába veszti! Veszti? Miért mondnál megint, hogy veszti, amikor itt se voltam? Rohadt rasszista! Hát te veszti! Hát te meg hogy kerültél vissza ilyen hamar? Mi van? Oda égett a péklapát, apám? Nem. Rájöttem, hogy két hónappal ezelőtt már ott felejtettem. Na, akkor már leégett. A nyelét azokra meg már felhasogattam tűzifának. De akkor minél rakom be a kenyeret a kemencébe? Pedig gyúrok. Hát mi minden este gyúrok. Emlékeztetlek, hogy két hónapja körülbelül pont 8 hete nem hozom kenyeret. De gyúrok! Hát minden este gyúrok! Hát úgy fogy a liszt, hogy már azt hittem, hogy valaki lopja. De figyelj, én nem hiszem, hát te ennyire barom vagy, de két hónapja csak úgy berakod a kenyeret, a tésztát puszta kézzel a kemencébe, és nem veszi ki senki. Hát mit csináljak, ha nincsen péklapát, baszol meg? A szerelem nyílása négy betű. Ja nem, nyilassan. Húfják el, írva van a szoktet! Elvárgózták! Nézve! Megmondom én, mit kell csinálni. Kimegyünk, aztán jó, megnézzük magunkat, jó lesz az, ha kimegyünk? Jó? Kimegyünk és jó, megnézzük magunknak azt a sárkát! Ezt én itt adni, én nem viszel ki. Akkor itt bekapom, majd beszünk a vegyésben. Na, jöttök? Ja, jövök! Én is megyek. Atom? Na, apám. Na. Sárkány nézés! Csutikám, vendég jött a boltba, addig vigyázz a kocsmára, jó?